Díszlövések jelezték az 5. Tolnamegyei értéknap elérkeztét. A szervező Tolnamegyei önkormányzat minden esztendőben azzal a céllal szervez találkozót a települési önkormányzatok számára, hogy megmutassák azokat a helyi értékeket, melyek identitásukat erősítik. Magyarország megyeinek sorrendjében Tolna a 3. helyen áll az összegyűjtött értékek versenyében. Amikor 5 évvel ezelőtt ugye fölmerült bennünk egy olyan folyamat elindításának a terve, hogy próbáljuk fölkutatni a megye értékeit, kulturális, társadalmi, művészeti és minden egyéb ilyen jellegű értékeit, akkor én egy kicsit szkeptikus voltam, azt gondoltam, hogy hát azért ez nehéz lesz, hogy fognak belállni, mit gondolnak X településen erről a dologról, hogy most itt a megye kiír egy ilyen tervezetet, és legnagyobb pozitív megdöbbenésemre és meglepetésemre óriási lelkesedéssel indult neki a települések zöme ennek a feladatnak, és most már bőven 60% fölött vagyunk, akik a megye települései közül részt vesznek ebbe a programsorozatba, mozgalomba, együttműködésbe, bárhogyan is nevezzük. Ez egy nagyon jó dolog. A kis települések után ezúttal Szekszárd volt a házigazda. Ácsazső polgármester azt mondta, közel 600 vendég érkezett a rendezvényre, ami kiemelkedő az eddigiekhez képest. Megfelelő körülményeket tudtunk teremteni. Az, hogy a megyeszékhely befogadja ezt a rendezvényt, megmutatja magát, próbálja erősíteni azt, hogy mi megyeszékhely vagyunk és megyeközpont vagyunk, de a partnerekként és egyenrangú félként kezeljük a településeket, és egy-egy ilyen alkalom kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt meg is mutassuk. Ezek között a települések között létezik egyfajta összetartozás, egyfajta kohéziós erő. Ez az értékeket kapcsolatban ezt kell, hogy erősítse, és én azt gondolom, hogy a mai napon, amikor Szekszárd, mint vendégáltó fogadja ezeket a településeket, ezt az értéket szeretnénk erősíteni. Sajt István megyei értéktárt bizottság elnöke úgy értékelte az értéktárt mozgalom eredménye, hogy felszínre kerülnek olyan értékek, amikről a nagy többség nem is tudott. Van az identitásba, az ide tartozásba is jelentősége ennek, és óhatatlanul jelent a megyének egy marketinget kifelé. A megyei értéktárt bizottság döntése értelmében a mai naptól Tolnai Kum lett a Simon-Tarnyai vár és a Tolnai kékfestő.